Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb unboxinggal. Hát ugye a procis videómban beszéltem róla, hogy a Kraken Z63-as, hát az lehet, hogy nem elégséges, magasfokú terhelés mellett hozzáteszem, a 13. generációs 13700K i7-es procimhoz. Ezért hát valamit néznem kellett. És hát tulajdonképpen nem csak a mostra gondoltam, hanem itt a hosszú távú berendezkedésre is. Úgyhogy ez a következő elem a Road to High-End PC építésében. Úgyhogy ezt a vízhűtést, kompakt vízhűtést választottam. Ez egy ROG Ryujin 2360 ARGB. Szép neve van. Nagyon-nagyon sok tesztet, videót, leírást néztem meg. Ő, illetve egy MSI vízhűtés volt még a terítéken, amivel így szemezgettem. Meg, hát megmondom őszintén, először elkezdtem nézegetni nyilván így a Kraken termékcsaládot. Ott még nézegettem az E73-ast is, csak hogy az nem lett volna akkora előrelépés, mint ami én úgy gondolom, hogy számomra megfelelő volna. És őt, ahogy így nézegettem, nagyon-nagyon sok tesztben egyébként szinte verhetetlen volt. Na de bontjuk ki. Igen, itt jön a kérdés, hogy... Már ki is van igazva. Jó. Hát ez így érdekes lesz. Oké. Van egy ilyen Welcome to the Republic of Gamers plaketta, és itt van maga a csoda. Ezt így egy picit félre rakom, most nem tudom, hogy kiveszem, de annyira nagy. Ugye nekem alapvetően egyébként MSI, MSI a gépem, és ezért is az alaplap és a videókártya igazából a MSI. És azért akartam MSI-t, de nem tetszett nekem az LCD kijelző. Mondjuk ez brutál nagy, azt kell, hogy mondjam. El fogsz félre kisolni, és ide mérem már itt a házhoz. Hát... Az ilyen. Át kell építenem a gépet. Mindenképpen. Jó. Mik vannak itt? Hát itt vannak még nyilván a ventilátorok. Van egy ilyen vezérlőegység. Ez fém. Bocsánat. Ugye ide dugtosod be szépen majd a ventiket. Fantasztikus. Egyébként arra gondoltam, hogy kettő darab ventilátor, mert most annyival kevesebb lesz a gépben. Emiatt. Ugye egy, ami fölfele tol, egy, ami befele szív. Azt beépítem a ház aljába. És szerintem az lesz a megfelelő döntés. Jó, meg itt vannak a ventilátorok is. Három darab RGB Asus ventilátor. Na és visszatérve, hogy én igazából azért akartam MSI-t, mert mondom, hogy MSI a gépen, minden a lényeg, csak nekem ott nem tetszett, mert én nem mondom viszont, én szeretem az RGB-t, szeretem, hogy így világít. Nekem hosszú-hosszú évekig semmilyen gépeim voltak, szinte ilyen átlag középkategóriák. És annak nem tetszett a kijelző kialakítása, illetve hát, hogy nem világítanak a mentők. Óriási probléma, tudom. Na, és ez, ami még fontos, itt látszik benne az LCD panel, ami önmagáért beszél, és a vízpumpán van egy ilyen pici ventilátor, ami még rásegít a hűtésre. Emiatt is esett rá a választásom. Tehát ez egy dolog, és mágneses egyébként, tehát így hallhattátok, hogy rá csatlakozik. Ugye fontos volt a radiátor, ez 360 mm-s vastagsága, az kell ehhez a procihoz. Ez egyébként simán elbír a 13900K-val. Hát most, hogyha ezt tudom, akkor lehet, hogy azt vettem volna, de teljesen mindenben nekem tökéletes a E7-es is. Jó, úgyhogy majd jönni fogok egy beépítésre mindjárt, de előtte azért
a szokásomhoz híven elmondok néhány specifikációt. Jó, nyilván, amit mondtam, hogy 3 darab 120 mm-es venti van hozzá. Ezek ilyen ARGB világítású ventilátorok. És ami a különlegességet mutattam, hogy a szivattyúba integrált külön ventilátor található rajta, illetve egy személyre szabható 3,5-szor méretű LCD kijelző. Egyelőre is ugyan ki lehet pakolni a képeket, és ami miatt tetszik, hogy négyzet alakú, illetve az egész kocka, az egész szivattyúház, és végre nem csak kör, ami ugye levágta állandóan ezeket a videókat, amelyeket be lehetett építeni. Óriási probléma, tudom szintén, de menj, hogyha most már PC-t építek, akkor legyen olyan, ami számomra megfelel. Ez olyan, mint az autóvásárlás, tudjátok. Beleülsz, és valami úgy nem fog meg benne, vagy nem tetszik, akkor ennyi. Úgyhogy ennyi igazából, amit így érdemleges tudni róla. Hát remélem, hogy be fog válni, megfelel majd az én elképzeléseimnek. A fene vigye el ezt a megfázást, hogy olyan nehezen akar elmúlni. Úgyhogy ez már kompatibilis egyébként az AM5-ös lapkákkal is. Úgyhogy AMD-sek, figyelem. Egy egész jó kis termékről beszélünk. Amit még érdemes, hogy a ventilátorok sebessége az 600 és 2200 közötti RPM-mel dolgozik. A maximális zajszintje az 36 decibel, ami az egy kicsit magas, de ez akkor ér el nyilván, hogyha már nem tud megbirkózni a feladatával. Nyilván be van építve neki egy automatikus fordulatszámszabályzás. A radiátorok méretei, hát ilyen szélesség az 394 mm, a radiátor mélysége 121 mm, magassága 27, a szélesség 394, mélység 121, magasság 27, és egyébként a tömlő hossza az 380 mm, és ennyi igazából. A szivattyú is jól dolgozik, az 2800 RPM, tehát 2800 fordulat per percet tol. Ez a maximális, a minimum az 840 fordulat. És hát nyilván zárt hűtőrendszer. Na, hát ennyi lett volna tömören és röviden. Innentől kezdve már csak egy dolog marad, a beépítés. Meg hát majd utána kipróbáljuk. Oké, na. Beszereltük a ventilátort, illetve a hűtőbordát itt fölül. Itt fog eljönni nekem a kábel a gépház elejénél. Itt van egy ventilátor, itt van alul kettő. Hát lehet, hogy maradék két ventilátort ide a gép aljába fogom majd beszerelni. Ezt majd meglátom, hogy így legyen azért levegőáramlás, mert én azt szerettem. Mondjuk ami hiányozni fog, hogy itt fölül egy ventilátor az kifele fújta a levegőt. Tök jó volt itt a légáramlás a gépbe, de ettől függetlenül nem lesz rossz, mert igazából ő vízhűtést fog kapni a videókártyán, meg azért, na, hát van ventilátor, én úgy gondolom. Jó, úgyhogy már csak fel kell tennem a LCD kijelzőt, meg magát a vezérlő egységet. Ez mágneses egyébként, teljesen le volt így ragasztva mindenhonnan is. Úgyhogy ez van hátra, na meg hát a kábelezés. Atya úristen, annyira utálom, ti nem látjátok, de itt a gép mögött itt lógnak a kábelkötegek. Illetve, le kell hajolnom, hát itt van ez a vezérlőegység. Oh, azt hittem karcos darab csokosz volt. Úristen, na mindegy, szóval ezt kell még elhelyeznem valahova. Felerősítenem, hogy felkötni, de elvileg csavarodni is lehet. Jó, oké. Mindjárt folyt köp. Nos, hát remélem, hogy mindent rendben csináltam. Oda beraktam egy darab ventit. Bár azt lehet, hogy majd még át fogom rakni, nem sikerült túl szimmetrikusan, mert ez a hátránya az üveg hátlapnak. Be van szerelve minden. Be van kapcsolva a power. Hát indulunk. Republic of Gamers, hát az már működik, úgy látom.
kép. Oké, bújtolunk. Az is pörög. Minden menti megy. Azok is pörögnek. Megjöttünk. Jó, már csak föl kell dolnom igazából a gép hátoldalait. Még belépek, mert a memória csak akkor jön meg, így megjött a memória is. Jól van. Legalábbis a ledvilágítás. Na hát így néz ki, gyerekek. Egész jó a levegő áramlás. Ez itt rántja befele az, igen. Elég szépen berántja itt fölül. Ezért jó nagy házat venni. Tehát ezekkel a dolgokkal nem kell spórolni, úgy gondolom. Hát azt hiszem, kijelenthetjük, hogy ezzel a kütyműtjel végre elkészült a gépem. Jó kis Seasonicom van. Ő tulajdonképpen a tápoknak a Toyotája. Hondája. Japán autógyára. Ez majd azért tolja befele szépen a levegőt. Ez a két nagy menti is dolgozni fog. Hát jó, nem lesz ez gáz. Így ahogy érzem, itt szépen áramlik. De mondom, a videokártya az egyébként is baromi jó hűtésre rendelkezik, ezt ajánlom. Jó, kész. Majd még itt fogok picikét így kábeleket rendezgetni szerintem, hogyha lesz idő, meg ez ami zavar, hogy ez rövid, és itt van egy ilyen űrült nagy csomó, hogy azt nem tudom átdugni a túloldalra, mert vagy itt alul megy, ami megint hülyén néz ki, mert ezt a szép ledes részt kitakarja, úgyhogy majd kell egy hosszabb VGA tápkábel. Na de ez jól néz ki. Tátszik. Jó, mindjárt jövünk, és akkor kicsit nyomunk egy stressz tesztet. Na, kész van. Egyébként könnyen ment, meglepődtem. Nem volt annyira... Szerintem az NZXT-nek nehezebb volt a beszerelése, mint ennek. Abszolút nem találtam bonyolultnak. Ami egyébként pozitív volt, hogy a processzor, illetve az alaplapra felfogató egység, a talpazat az megegyezett. Úgyhogy nem kellett azt lecserélni, meg hátulat az alaplapnál mókolni. Úgyhogy ez tök jó volt, mert az kevesebb munka volt ezzel. Itt látjátok, hogy pörögnek szépen a ventilátorok. Egyébként halk. Néha így felpörög, de nem túl zavaróan. Még teljesítmény alatt nem hallgattam meg. Na, amit láttok a kijelzőn, kicsit fénylik. Ugye többféle dolgokat be lehet állítani. Itt, amit láttok most, hogy mennyi a processzornak a hőmérséklet, a hőfoka, mennyi a vízhőfoka, illetve az, hogy hány megahertzen, vagy gigahertzen. Ketyebb meg most kiraktam ugye a GPU-t is. Oké. De nézzük meg itt az irányító pultot. Ugye itt az Asusnak az Armored Crate-t kell letölteni hozzá, és akkor itt tudjátok állítgatni a ROG Ryujin 2-t. Itt egy csomó mindent be lehet állítani, ki lehet választani azt is többek között, hogy most te a hardware-eket akarod monitorozni, lehet azt, hogy képeket raksz be, melyik legyen mondjuk ez, apply, és akkor voilà. Bejön szépen a kijelzőn, az LCD kijelzőn a kép. Egy picit egyébként, hát nem picit, jóval lassabb a feltöltése a Krakenhez képest. Ezzel meglepődtem, nem értem, hogy miért, de engem nem zavar igazából, mert felrakod a képeket. Meg egy idő után ezeket a képeket is meg lehet tudni, és akkor nem ezeket használja az ember. Lehet simán kirakni csak ilyen bannert, hogy nem animált, hanem csak egy sima kép. Elvileg, de mindjárt meg is nézem. Ja, ennyi. És akkor azt mutatja egy folyamatában. Illetve én inkább a hardware monitort használom.
Ennél be lehet állítani a sötét, a világos témát, vagy esetleg te magad kiválasztani. Én beállítottam, amit mondtam, a proci hőmérsékletét, a videókártyának, illetve kellett a lássam, hogy a víz hány fokon kering a rendszerben. Itt be lehet állítani tetszés szerint a ventilátoroknak a működését, mikor, hogy most itt látjátok, hogy éppen mennyi pörög, ez a current 1230 RPM-en megy. Be lehet állítani, hogy az fix legyen, vagy okos, a CPU hőfokához alkalmazkodjon, stb. Stb. Tehát azért van még mit beállítani. Illetve itt vannak ilyen letöltési opciók, a firmware-t lehet update-elni, de aztán megtettem. Úgyhogy, ja, egész jó kis kütyvügy. Én elindítom a CPU-zét első körben, és akkor megnézzük, hogy mit is csinál a rendszer. Igen. Menjen egy stressz teszt. Oh, 90 fok. Igen, és ilyenkor jelez, beindultak a ventilátorok. Hát ez egy ilyen proci. Tehát kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, mert ezt a Kraken is tudta. Kilencvennégy fokon megy. Azt mondja, hogy... Ja, itt mutatja is. És így, mint az állat. Jó, egyébként ezt lehet állítgatni. Mert aztán a Krakennál is rájöttem, hogy ott is be lehetett szépen állítgatni, hogy működjön. Hát 96 fok. Oké, nyomunk egy stoppot. Na mennyi idő alatt hűl vissza? Hoppszal, 46 fok is. 33 fokon van a víz. Hát nem tudom. Az árához képest azért annyira nem estem hanyatt. Na mindjárt jön a kedvenc játékom, ami szereti az erőforrásokat zabálni. Cyberpunk. Jaj. Nem feltétlenül benchmarkot fogunk tolni. Hogy toljunk benchmarkot? Toljunk egy benchmarkot. Hogy is hagytam, mert legutóbb is csak egy benchmarkot. Jó, grafika. Tü-tü-tü. Innen fel van tolva. Ray Tracing be van kapcsolva. Oké. Magas textúra. A DLS pedig minőség.
87 fokon van a CPU. 65 lehűtötte. Ja, ezen állítani kell egyébként a ventilátorokon, ne ugráljon, hanem akkor tartsa, egy kicsit lehet, hogy följebb kell vinnem majd az RPM-et. Hát alapvetően egyébként ő lehűteni. Csak amikor hirtelen megugrik a CPU-nak a feszültség, akkor nyilván nagyobb hűt generál. Közben meg a 87-86 FPS produkálunk. Kíváncsi leszek, mennyi lesz az átlag. 14-40-ben. 58 fokos a CPU, tehát érdekes, hogy csak itt a betöltésnél pörgött meg egy picit. Mutatom közben azért, most 58-ra fölmentünk 62-re. A ventilátorok is bekapcsoltak. De úgy látom, hogy jobban kiszolgálja ez a proci értelemszerűen a videókártyát. Na nézzük! Átlag FPS 77. Az teljesen okés. Tényleg. Max az 99 volt. Így, hogy a DLS be volt kapcsolva, viszont a DLS minőségre volt állítva. Meg a Ray Tracing is az fullon volt. Király. Na jó, hát ennyi lett volna igazából ez a kis videó. Én ezzel így, én úgy gondolom, hogy elkészültem ezzel a PC-vel. Megvan a szépsége. Az én szépségem. Úgyhogy... Hát maximál csak ilyen dizájnolás fog következni, vagy esetleg ventilátor, de nem érzem szükségességét. Tökéletes. Ezzel meg még majd játszogatok. Mi az optimális beállítása. Ja, most például beállítottam, hogy már 33 fokon menjen jobban. Na most ugye 45 fokon van a CPU. Ez a kis sárga pötty mutatja. De lehet, hogy föl is állítjuk, hogy amíg ezen a hőmérsékleten van. Nem, inkább így lettebb. Így van. Ez zajos lesz így, viszont a pumpa meg mindig 100%-on megy. És a kicsi ventilátort azt beállítjuk ilyen 48 fokra. Akkor van 0%-on. Miért nem 20%-on megy? Aha. Rögtön esik a hőmérséklete. 80 foknál megy 40%-ot. Hát szerintem megmenjen 60%-ot, sőt 70-et. Már 78 fokon. Ezt meglevisszük 40 fokra. Ah, ugye itt a LCD alatt van az a pici ventilátor, emlékeztek rá. És akkor az hadd pörögjön. Hideg levegő jön. Itt hátul, ott is hideg. Szépen leesik 40 fokra. Mondjuk így nézzünk már egy stressztesztet, tehát ez még belefér szerintem ebbe a kis videóba. Sorry, már kezdek jobban lenni, de
nagyon nehezen múlik el. Mi az a reference? Ja. Aha. Na nézzük. Puff, 80 fok. 89. 91. Ja, megdolgozza rendesen. Viszont nem megy feljebb, most 90, de feljebb, mert elkiabáltam. És stop. Hát 44 fok az alap. Jó. Hát ez ilyen. Ez a processzor, hát ezt tudtam, hogy ez körülbelül ezzel fog járni. Ugye az i7 13700K. Ezért nem is akartam 13900-at, mert arra lehet, hogy vízhűtés az már nem annyira elégséges, legalábbis ezek nem. De a kérdés az, hogy kell-e egy ilyen drága vízhűtés, vagy pedig elég lett volna egy Z73-as? Hát, sanszos, hogy igen. Nem tudom. De nekem ez tetszett. Egyébként nincs vele úgy gond. Majd így használt közben meglátjuk, hogy működik. Na, jó, én köszönöm szépen a figyelmeteket. Ez volt a high-end PC-mnek a felépítése. Még olyanokat tervezek majd, hogy esetleg plusz memória, csak az már ilyen feleslegesnek ítélem. 32 GB is bőven jó, de majd meglátjuk. Meg esetleg még SSD, de első körben a PS5-be kellene SSD. Jó, köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha tetszett, akkor dobjátok a lájkot, és iratkozzatok fel. Szevasztok!